Üdvözlök mindenkit, harmadik nap a Brentai Dolomitokban. Ma kisebb túrát teszünk mi, ketté oszlik a csapat. Mi is egy tavat látogatunk meg, de nem megyünk fel a felső tóhoz, mert tegnap kikészítette a térdeinket a komoly lejtő. Magyarországon nem nagyon szokik hozzá ezen. Szemem lett edzeni, gyúrni rá. Hát ma nincs olyan jó idő, de nem ígért esőt. És akkor itt van ez a hely, ahol vagyunk. Van parkoló, van Valdiszól. És akkor ott túrázgatunk. Sok minden rajta van. Hát ennyit kezdetnek, a csapat készülődik, és indulunk. Na most kisütött a napocska. Igaz, hogy szembesüt. És valamilyen marg lett a tóhoz, megyünk fel. És egy patak mindjárt kezdetnek, kis csobogóval. Nem olyan nagy, mint a tegnapi. És ilyen az út. Ma csak 200 szintet megyünk. Azért itt az útról is van néhány kilátása bent a csoportra. Nem olyan volt, mint a tegnapi. Egyelőre, de hát a magasságot akkor is le kell gyűrközni. Hát eddig sok eseményre való fotózni való dolog nem volt. Itt egy épülő sipálya. Egy nagyon szép fenyvesbe megyünk. Itt télen is mennek már a holtalpas figyelmeztető táblák, ki vannak rakva. Gyönyörű az erdő, szó se róla. Egy kis kilátás. Hát nem működik a felvonó. Egyszerűbb lett volna feljutni. Itt is végig még a sípálya. Valószínűleg tartom, megérkeztünk a tóhoz. Gondolom ez lehet a kifolyása. Valamire harangoznak. Itt van egy kis menedékház. De mindjárt meglátjuk. Közelebb megyünk. Akkor így néz ki a tó. Környező hegyek. Sajnos a menedékház pedig gyönyörű, nincs kinyitva még. Itt is van egy kis kápolna, és akkor szemben a Brenta csoport, és itt a vízesés lefele, a tóból a kifolyás. Lagodelle Margette. Lehet, hogy megkíséreljük egy kicsit tavat körbejárni. Nagyon szép helyen van. Többiek már lassan indulnak, az eleje már elment. Van följebb. Egy óra 40 perc. Ami három tó vidéke, de nekünk nem bírja most a tértünk. Kis hegyi kápolna. Arra is vezet fel valami út, vagy mindjárt utána nézek, mi az. Hát pedig már látni jobban a tavat. Bocsi, filmet?
vagy a vízesést. És akkor bent a csoport. Itt valahova le lehet menni a vízeséshez talán. Hát akkor meglegyen a mai napi vízesés is. De amin látom, vezet még az út lefele, de nem megyünk tovább, mert nem arra akarunk menni, és akkor jól tudom a Brent a csoport. Úgy döntöttünk, egy kicsit megyünk utánuk, míg jól érezzük magunkat. Hát hatalmas áfonyás van itt. Sajnos még enni nem lehet, a méhek most porozzák a virágokat. Hát ide össze kellene jönni. Akkor biztos lenne. Nagyon szép a környék. Hát összeszedtünk erőnket. Hát egy 80-100 métert már jöttünk fel a tótól. Megyünk, míg jól érezzük magunkat itt a nagyon szép úton. Meglátjuk, mire lesz még kilátás, még meddig bírjuk. Szépen, lassan nem akarjuk a többieket hátráztatni. Azok mennek mind a mérgezettekért. Haladunk mink is szépen felfele. Már 2000 fölött vagyunk, de innen gyönyörű kilátás nyílik a hegyekre és lent a tóra. És megint egy festői kilátás a hegyekre, a tóra. Még mindig megyünk felfele. Nem tudom, hogy megéri-e, de már nem sokáig. Van itt egy jó kis sziklaomlás. Nincs messze már a teteje. Csak sajnos valami nagyon ronda izé jön onnan. De viszont a kilátás szép, amit eddig még nem nagyon látszott. Egy magasságban vagyunk kb. Sífelvonóval. Ott van most szembe pont középen. Hát megint följebb kerültünk egy kicsit. Újabb kilátás. Lent a patakok. Réten. Arra megyünk, még megkerüljük ezt a nagy sziklatombot, ott mászik valaki még. Most előztek meg bennünket. Aztán néhány ronda felhő összejött itt most. Aztán elindulunk vissza, lehet, hogy a tóig felérünk. Kis vízesés, már itt van a tó, pár méterre tőlünk, mert visszafordultam. És rálátás a tóra, ahonnan elindultunk. Tehát előbb egy pár szintet megyünk, de hát elég jól belehúztunk. Itt jöttünk be. Hát sajnos a nap az elment. Na, még jönnek mások is. A mi társaink azok tovább mentek, mert van fönt a három tó. Az még 200 méter szint, azt már mi nem vállaljuk be. Nekünk ez a kettő tó egyelőre elég. Ott szemben is van egy vízesés. Nem olyan szép nagy, mint a tegnapi volt. De ez is vízesés. Valószínűleg a felső tóból jön. Hello. Egy katlanszerű valami.
Megjelentek a felhők, elindultunk visszafele az Alsó-tótól, és hát ma hát valami Altó neve van neki. Kocogunk lefele, szépen látszik, mekkora szintet jöttünk. Mára egyelőre ennyi. Nem tudom, hogy lesz-e még komolyabb látnivaló, ha leértünk majd. Visszafele már nem nagyon filmezek. Újra a tóparton. Leértünk eddig szerencsésen. De valami borzalmas lett. Úgy dörgött az előbb. Jön felénk, úgyhogy mi elindulunk sürgős malac vágtába. Lefele az autóhoz. Hát ott is van tető, úgyhogy be tudunk állni. Elindultunk lefele. Most már elég jól lejöttünk, a dégdörgés abba maradt, de viszont szép itt erre a brentai csoportra, most a felhő elakad benne, néhol megsüti a nap. Hát nincs rossz idő, most többet látunk itt a turistát is, sőt, voltak akik most indultak felfele. Hát, biztos jobban bírják, mint én. Úgyhogy lassan leérünk, már nincs messze. Úgy néz ki, hogy elment a randa felhő, mondjuk ott áll még, de szerencsére nem áztunk el. Itt van a síparadicsom, Malga Vigvio. És amiért főleg elővettem a telefont, a megunthatatlan panoráma a Brenta csoportra. Lassan leérünk, csak van itt egy nyiladék, és jól beszürkült ott. Itt még felénk néha süt a nap. Hát nagyon változékony az idő, de egyébként tegnap is látni lehetett. Mindenhol csobogók, minden nedves. Este fel az alig tudtunk lemenni. Párás a levegő. 60-70% fölött van. Napközben is. Hoppa! Ingyen pofára is esek napközben. Tegnap úgyis estem 3-at. Ma már nincsen kedvem hozzá. Majd még lentről is látszanak, majd onnan még készítünk. Hát komoly lett az idő, két személyhíján már megérkeztünk, ez lesz már az utolsó valószínű. Szép volt, jó volt, aki teheti, jöjjön erre. Ma nem sok volt, mert fájt a térdem, de 4-500 méter szint meg, és történt kilométerben, nem sok, de nagyon szép, hát ami látszik a filmen is. Ott arra már nagyon esik. Úgyhogy indulunk haza. Holnap még talán lesz egy túra kanyon. Úgyhogy holnapi viszontlátásra, addig ezzel a záróképpel búcsúzom. Akinek tetszett a film, lájkolja. Iratkozzatok fel a csatornára. Jó filmnézést, viszontlátásra!